függetlenként, meg hát a közgyűlésben is függetlenként elmondjam azokat a gondolatokat, amelyek engem feszítenek, elmondjam azokat a gondolatokat, amelyekkel lehet, hogy én is valamivel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy valami más legyen Nagykanizsa. És ezen túl akár az ország is. Valamikor a 40. születésnapomra kaptam ajándékul a rendszerváltást. Én akkor úgy gondoltam, hogy innentől valami csoda lesz majd. Ezt a csodát sokan vártuk. Aztán telt múlt az idő, mentek a kurzusok, politikai kurzusok, meg a kormányok egymás után, és a végén csalódtunk. És nem jött el az, amit annyira szerettünk volna. Aztán elérkeztünk 2010-ig, ahol valami olyan történt, ami addig nem. Egy olyan kurzus kezdte meg a működését, élve azzal a lehetőséggel, amit végül is mondhatnám, hogy ajándékba kapott azoktól, akik nagyon rosszul politizáltak, és oda juttatták ezt a kurzust, ahova juttatták, ami végül is teljesen felforgatta ezt az országot. Én legalábbis így gondolom. Beszéltek már itt az előttem szólók arról, hogy félelem. A minap két volt tanítványom, és 27 évig intézményvezető voltam, és akár a kollégáktól, akár a gyerekektől mindig kértem, sőt, mondhatom azt, hogy megköveteltem, hogy igenis mindenki a véleményét mondja el. A gyerek is mondja el, csak meg kell tanítani arra, hogy hogyan mondja el. És most két fiatal ember odajött, és azt mondta, hogy hát, tanár úr, jó jártam én a maga ötletével. A munkahelyen elkezdtük mondani, hogy hát végül is ez is, meg az is, meg amaz is, jó lenne, hogyha más lenne. Hát aztán most úgy néz ki, hogy a következő leépítésnél bent leszünk a keretben. Hát mondom, gyerekek, elnézést, én akkor nem gondoltam, hogy a demokrácia az ilyen lesz. Akkor én másképp gondoltam. Egy valaminek azért talán lehet örülni, mert az, hogy sokan nincsenek itt, biztos a félelem is vezette őket. Egy valaminek lehet örülni. Az, hogy a hatalom saját magát ünnepli, saját, mondhatnám, a mi pénzünkön felvonulásokat szervez, ez tulajdonképpen a saját félelmének a jele. Mert ilyet csak azt csinál, aki fél. Aki nem fél, erős, az ilyet nem követel. Ez az én véleményem. Úgyhogy, ha fél, akkor van mitől félnie. És úgy gondolom, hogy azért a józan többség ebben az országban, biztos vagyok benne, a józan többség, az nem az ő oldalukon áll. Egy valamit kéne megtanulni tőlük, azt a hitet, amivel ők szolgálják a regnáló hatalmat. Ők szerelmesek abba. Őket nem lehet megrendíteni. A másik oldalon el lehet varázsolni a felét, a harmadát, akármennyit. Őket nem lehet. Hát valahogy ilyen hittel kellene nekünk is bízni abban, hogy ez a rendszer változni fog, és ez a rendszer jobbá fog válni. Az, hogy Nagykanizsán mi a helyzet, tulajdonképpen ugyanez kicsiben. Itt gondolom én kiképzik azokat a elvtársakat, akik aztán a saját kis területükön megcsinálják azt, ami nagyban. Ez szerintem biztos, hogy valamilyen átesnek valamilyen agymosáson, és hát bizony itt is ezt látjuk, hogy nagyon sok esetben egyszemélyi döntés születik, nagyon sok esetben hiába van vélemény, hiába van javaslat, ezeket a közgyűlésben gondolom, aki esetleg nem mazohista és nézi az adásokat a közgyűlésről, hát az láthatja, hogy bizony, tehát mondhatunk, amit akarunk. Itt az egyik hölgy ismerősöm mondta, hogy hát gratulál, hogy tegnap, amiket elmondtam. Mondom, és?
Hát most akkor nem mentem sokra vele, azzal annyival biztos, hogy igen, hogy hát azért mégiscsak talán néhányan elgondolkodnak rajta. A város jövőjét illetően szeretném azért azt elmondani, hogy milyen kilátások vannak. Az egyik, amit tegnap például megkérdeztem, hogyha a önkormányzat saját bevételei úgy vannak tervezve, hogy 2013-as szinten 5 évre, ez azt jelenti, hogy nincs bevétel növekedés tervezve, hát akkor ugye hol vannak a munkahelyek, meg az egyéb, amit állandóan szónokolnak, mert azoknak kellene, hogy azért a saját bevételt növelje. Tehát ha nem tervezek bevételnövekedést, nagy valószínűsége, hogy ezek nem is fognak megtörténni, vagy hát vagy pedig ennyire pessimisták. És természetesen ott is, hát ugye a helyi vállalkozókat, a egyebeknek a támogatását, hogy növelni kéne. De hát ez mind irott marad, márpedig úgy gondolom, hogy termelő beruházások és támogatások nélkül nagyon nem fog menni előre Nagy Kanizsa. Ezen kívül pedig ott vannak a fiataljaink, megkérdeztem a Volántól, naponta 8 autóbuszpár viszi hozza Budapestre, csak Budapestre a nagykanizsai fiatalokat. Hát nem csak fiatalok vannak természetesen, na de hát akkor mi van? Ezek a gyerekek valószínű, hogy nem itt fognak majd letelepedni sem, nem itt fognak munkát találni, mert nincs hol, és nem beszélve arról, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen kvalifikáltabb tudással, munkakörben tudnának dolgozni, nincs hol. Az értelmiség tulajdonképpen Nagy Kanizsáról nagy részt elszivárgott. Természetesen ez nem is lenne baj, hogyha lenne utánpótlás és lenne lehetőségük akár az utánuk jövőknek is itt munkát vállalni. Szeretnék néhány gondolatot szólni arról, amit én jobban ismerek, ez pedig az oktatás. Hát kérem szépen, ez a hatalom, ez szétverte úgy, ahogy van ezt az egész rendszert, más rendszereket is, de én azért szeretném elmondani, hogy ekkora virtschaftot, amit csinált, ez szerintem megbocsáthatatlan. Mondanám azt is, hogy ezt is olyan rapid módon tette, hogy nem is volt ideje senkinek se fölkészülni, rákészülni, végül is össze-visszaság van, kuszaság van. Néhányat mondok belőle, hát például ilyen, hogy a jelenleg a intézmény vezetőket munkáltatja ez a bizonyos Klebersberg, a pedagógusokat nem az intézmény vezető a munkáltatójuk, hanem ő nekik is, és természetesen az iskola egyéb dolgozói, azt pedig az önkormányzathoz tartoznak. Ezeknek az embereknek nincsen munkaköri leírásuk, itt vagyunk már február végén. Tulajdonképpen mindenki intézkedik össze-vissza, nem tudják, hogy ki mihez, milyen hatáskörök, milyen illetékességgel, meg egyebek tartoznak, tragédia. Aztán ott vagyunk, hogy most jelen pillanatban a nemzeti alaptanterv után itt vannak a kerettanterveink. Elnézést, egy kicsit untatom önöket, de talán sokaknak van gyereke. Kerettanterveket le kell bontani az iskolákban, és abból lesz a helyi tanterv. Na de hát ezeket 90%-ban teletömték ismerettel, anyaggal. 10% maradt az, hogy a pedagógusok válasszanak maguknak, hogy mit is szeretnének még azon kívül, ami kötelező. Ez valamikor én 72-ben kezdtem a pályát, akkor ez 30-70% volt. Tehát 70-30%. Hát ennyi maradt meg belőle. Ezen kívül... Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a szót természetesen. Valóban előttem szólókat. Én azt gondolom, hogy semmilyen ilyen konkrét dolog a rendszerben foglalkozni. Az én világon semmivel. Ha most nagyon profán lennék, azt mondanám, talán politikával sem, de pártokkal biztos, hogy nem. Én egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami engem sújtott, és önöket, mindannyiukat, pedig naponta nem jut eszünkbe, mert napi életünket látszólag nem érinti, de most mondom, évtizedekre, emberöltőkre lesz meghatározó valamennyiünknek és a következő generációnak is. Azt gondolom, hogy egy átlagos életet éltem mindig is, és mindig úgy gondoltam, hogy én egy nagykörzsöbb polgár vagyok. Inas voltam, mozdonyt szerettem, családot alakítottam, gyereket nevettem, tanítottam, lakást vettem, éltem, polgár voltam, gondoltam én.
aztán valamikor talán 15 éves nincs, nagyon nagy ember, egy nagyon nagy ember tömeg előtt elmondta, hogy ki a polgár, és közel 100 000 ember tapsolta. Azt mondta, hogy az a polgár, aki itt van, és az a polgár, aki polgári köröket alapít, azokba belép. És azt is mondta, hogy a polgárok kokárdát hordanak. És én már tudtam, hogy én nem vagyok polgár. És azt is tudtam, hogy nem is leszek. És 2 évig nem tudtam a kokárdát. Március 15-én. Apropó kokárdát. Veszem fel ezt a 46 évest március 15-én. Igaz, hogy az enyémet nem tépte áprilisi szél, nem májusi eső sem, mosta és nem sütötte a nap egész nyáron. A mi családunkban az volt a divat, hogy anyám reggel föltette mindhárom gyerekre, mert hárma vagyunk fiútestvérek, 15-én este pedig levette, a kettő között pedig elmentünk ünnepelni ide ki a térre, mint minden általános iskolás. Igaz, hogy nem volt munkaszünet, de iskolaszünet volt, és ennek örültünk. És este anyám elővette kis falárikót, megsimogatta a kokárdáinkat, betette a fiókba, és következő éven elővette. Nekem ezt a kokárdámat is ellopták. Ez a nagy ember hatalmasokat mondott, amíg ez a nagy ember szólt, és a beszéde végén énekelték a Kossuth nótát. 10 000-ek, 100 000-ek Budapesten. De a Kossuth nóta nem az emlékezésnek szólt, nem a magyarságnak, hanem a szavazatra való buzdításnak. A Kossuth nóta eszközzé vált egy ember kezébe. Azóta se hallottam egyébként sehol a Kossuth nótát, amióta a választást nyert a nagy ember pártja. Addig pedig mindig Kossuth nótával imádkozott, főleg a két forduló között. Ellopták a Kossuth nótámat is. Pár éve, már jó pár éve a nemzeti zászlónk a trikolor fölé egyre inkább nyúlik egy másik zászló. Az is nemzeti. Egy történelmi zászló, egy a sok közül. Egy zászló. Homályosítja a zászlónkat. Úgy érzem, gyengíti a jelképünket, a közös jelképünket. Egyre inkább azt látom, hogy intézményeken hiányoznak uniós zászlók. Pedig én magyar akarok lenni, mert én nemzeti nevelést kaptam. És én európai keresztény kultúra része vagyok. Magyar ember. És ma, mintha ezt a zászlót is kezdenénk háttérbe szorítani. Most éppen a nemzet fogalmát lopják el valamennyiünktől. Most éppen nemzeti a kormányunk, és azt gondolják, hogy senki nem gondolja végig, mert azt nem feltételezem, hogy ők nem tudják, mi a nemzet fogalma. Képzeljék el, hogy most nemzeti vámhivatalunk van, mondjuk. Nemzeti adó- és vámhivatal. Nemzeti, azaz adó- és vámhivatal, aki a 93 négyzetméter kilométeren túl egyetlen egy joghatással nem bír. A magyar nemzet egyetlen tagjára sem bír, kivéve aki itt lakik Magyarországon. Mitől nemzeti? És mitől nemzeti a Nemzeti Közlekedési Hatóság, ami korábban nem volt más, ugye, mint a közlekedés felügyelet. Nemzeti. És nemzeti a kormányunk, és nemzeti a dohányboltunk. Nem ő a nemzeti. A nemzetiek lehet, hogy mi vagyunk. Mi vagyunk a nemzet. Nem azok, akik a nemzet szót felhasználják. És végül, legyünk őszinték, civilek és nem civilek, baloldaliak, jobboldaliak, demokraták, nekünk ellopták az alkotmányunkat. Azt az alkotmányt, ami toldozott, foldozott volt, de valahol közmegegyezés alapján jött létre, ami a jog alapját jelentette, és valamennyiünknek az elvi, erkölcsi hitvallását. És most van egy nemzeti termékünk, ami már nem alkotmány, és amíg nem figyeltünk, nagyon nem figyeltünk, ellopták a köztársaságunkat is. Ellopták a magyar köztársaságot. Helyette most van egy Magyarországunk. Barátaim, mit lehet tenni? Én azt gondolom, vissza kell venni. Hozzáteszem, visszavenni én például kevésbé tudok per részt venni, mint a civilek. Ha én megszólalok, a gondolatomat elmondom, azonnal támadnak ezerrel jobbról,
mert ez biztos a baloldali, a kommunista, a szocialista és nem tudom mi minden, mert így korlátozva vagyok. De a civilek soha. Nincsenek korlátozva. Minden nap tehetünk valamit, arról akarom önöket meggyőzni azért, hogy visszaszerezzük a nemzeti értékeinket, de minden nap, minden órában, minden percben, minden héten. Én azt mondanám most a civileknek, hogy értsenek azzal együtt. Március 15-én ne külön ünnepeljünk, hallottam, hogy esetleg külön. A fészkes fenét külön. Elmegyünk ide valamennyien. 100-an, 200-an, menjünk el 500-an, vagy menjünk el 1000-en. Ha civilek szólítanak, sokan elmennek. Ha a demokratikus pártok mellé állnak a mozgósítás, még többen. Hát döbbenjen meg végre ez a városvezető és a csapata, hogy nem biztos, hogy minden évben 50 embernek kell ott áldogálni közte nekem, város szégyenére. Hát menjünk el oda 1000-en. Nézzünk szembe vele. Talán március 15-én nem ismétli meg azt, amit minden évben, hogy az elmúlt 8 év, meg hogy a kommunisták, meg a diktatúrák, talán nem kell ezt hallgatnunk március 15-én. Mondok mást, civilek. Én biztosan támogatom, de nem tehetem magam. Jövök a Sugár utcán, nem autóval megy, autózni nem lehet, gyalog. A Batthyány gimnázium Sugár utcai nyugati oldalán, bocsánat, déli, nyugati oldalán van egy szem magyar zászló. Hát miért nincs mellette ott is az az uniós zászló? Tovább megyek a piaristákhoz. Hát ott meg nem is volt talán uniós zászló, van egy magyar zászló. De milyen állapotban? Hát nem volt olyan háborunk, amelyik ennyire megviselte volna a zászlót. Tépett, rojtozott, kopott, szégyenletes. Hát az én gyerekem, unokám, az én unokám miért járna, miért biztatnám járni egy olyan iskolába, ahol a magyarságot jelképező zászló mellett nincs ott, hogy egy európai kultúrember a magyar ember. Azt nevelünk itt. Vegyünk nekik egy zászlót. Valaki vállalja felé, civilek, szervezetek, egyéb, mondja azt, az első 1000 forintot hozzáadom. Vegyünk egy uniós zászlót a Batthyány iskola oldalára, és egy magyar és egy uniós tapjait. Vegyék el az igazgatóraknak, adják oda nagy tisztelettel, nem sértve. Bizalmasan, kérem, tegyék ki. Tegyünk minden nap valamit érte. Egyébként most én javasolnék valamit befejezésül, gondolom én is túl hosszú voltam, innét nehezebb megítélni, mint onnét. Vegyük vissza a Kossuth nótánkat. Azt most is megtehetjük. Vegyük vissza. Kossuth Lajos. Ha még egyszer azt üzeni, mindjártunkat el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Én most azt kérem, hogy akiket szólítok, én... És most itt a hátam mögött arról beszélnek, hogy azért állt így össze a csapat, hogy könnyebb legyen a körözést kiadni mindenki ellen. Egy fotóval elintézhető a dolog, hogy ezek a célszemélyek, akiket ki kell lőni. Szóval kezemben van egy ilyen tábla, mert hogyha már egyszer megszűnt valamikor a 90-es években az NDK, akkor mi létrehozzuk a Nagykanizsai Demokratikus Kerekasztalt, amelyhez csatlakozhat bárki, akár szervezet, akár magánszemélyként, majd föltesszük a, gondolom a Facebookra, meg mindenhova, nagyon minimális alapszabálya lesz ennek a szervezetnek, ez egy nagyon laza szövetség lesz, nem bejegyzett társaság, ez csak egy ilyen egyeztető fórum, ahol ezek az emberek, meg akik még hozzácsatlakoznak és merik vállalni azt, hogy egy ilyen csapatba, az NDK-ba újra elutazhassanak, azokat nagyon szívesen várjuk. Ide ki fogok tenni papíruszt, és azt szeretném egyébként kérni majd mindenkitől, aki meri vállalni, hogy a nevét nem is kell, csak egy e-mail címet, amelyre esetleg tudunk küldeni információkat, azt írja föl, és akkor küldeni fogunk. És most odaállok én is, és akkor csináljunk egy olyan képet, hogy csak a célkereszt hiányzik róla már. Azt gondolom egyébként, hogyha végignéznek a társaságon, Marton István az, aki hiányzik, biztos nem tudom miért nincs itt. Na mindegy, szóval ő az, aki hiányzik, ő is részt vett egyébként ennek a mai estének az előkészítésében. Tehát azt azért nagyon nehéz lesz behatárolni, én azt gondolom az ellenfeleinknek, vagy az ellenoldalon állóknak, hogy na ezek most melyik politikai irányzatot képviselik vajon. És én azt gondolom, hogy ez lesz ebben a tényleg jó, hogy
tulajdonképpen onnan támadhatunk, hogyha támadni szeretnénk, onnan mondhatunk véleményt, ha véleményt szeretnénk mondani, ahonnan éppen akarunk, mert sok szemmel fogunk látni szerintem nagyon sok mindent, és hát nagyon sok elképzelésünk és tervünk van, amelyeket meg fogunk szerintem valósítani, és én nagyon remélem, hogy ez a csapat együtt tud maradni, bővülni fog még majd a közeljövőben, és hát tulajdonképpen a hivatalos része azzal fog most véget hivatalos. Szóval az a része, amelyet szerveztünk, az a része azzal fog most véget érni, hogy Horváth Istvánt kérem szépen ismét ide, hogy mondja el a záró versét. Köszönöm. Nem is tudom, hogy merre forduljak, mert a közönség zöme itt az asztal mellett áll, és a közönségnek szeretném mondani mindenképpen. Az a vers, amit most elmondok, mindig felszoktam vezetni, ugyanis nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy mindaddig, amíg ebben az országban nem lesz egyetértés, összefogás, hanem az acsarkodás munkálkodik, a keresztbetevés, addig ennek az országnak nincsen jövője. És ezért értek egyet Böröt Zoltánnal, Zoli, amit mondott a beszéde végén, tökéletesen igaz. Nem kell nekünk külön ünnepelni március 15-öt, semmit nem kell külön ünnepelni, nekünk együtt kell dolgozni. Ez azért jött létre ez a mai nap, hogy egy összefogást szeretnénk. Ennek az országnak is összefogásra van szüksége, csak akkor megyünk előre. Ez a Szilágyi Domokos vers az utolsó két sorába mondja el a konklúziót, mi van akkor, ha nem fogunk össze, és nem fogunk együtt gondolkodni. Eltűnünk a történelem színpadáról. Kérem, így hallgassák ezt a verset. Szilágyi Domokos. Magyarok. Cigány egy nép. Nemhogy tudatlan. Nem az a baj. Nem is akar tanulni. Bár Gyuzsibadatban másfél ezer éve még vihar zúgott körülötte, tudnélik a szellemé, ül bávatag. Igricei még múlton múlik az idő, fölvonítanak olykor. A jobb nép, vígat sírva, hogy haj a régi szép idők, s hogy azt mondja, így volt megírva, s hogy azt mondja, haj az előtt, és így tovább. Melyik Úristen írta meg így? Mikor? Hova? Hisz tohonyaságban térdig lent szaplatott már Árpád lova. Eszik, iszik, ölel és alszik az Isten adta nép rogyásig, s robotol nyögve égre halszik. Mit néki más, mit néki másik, méri magát a sárga földdel. Az okosabbja is azért jár tanulni külországokon, hogy vettessék Gyulafehérvárt le a toronyból. Füse zölddel sírján, mert sírja sincs. A hon ennyi, vagy volt csak. A modernje kimegy, kitlanul és kitűnik, és szétszóródik, mint a pernye, s anyanyelvének betűit is, mintha száz szóval írnák már. A nyelve hánytató makaróni, s a haza emléke, pára. Isten, ki tudná felsorolni a sok miért, miért nemet? Nagy néha talán meg lehet, hogy izzon szívébe hasít, élnek, ha élnek rokonok a Kárpátoktól le Vasig, s odabent, s idekünt, konok dűvel marják egymást. Amit elvet az egyik, az a jó az ellenfélnek. S egy gyöngyünket, a nyelvet, disznók elé szórjuk. A szellemőrét hátorról ütjük főbe, mit se tatár, török se német nem mírta, és tejfoggal kőbe, szánk a másik száját enné meg. Cigány egy nép. Nem tesz, csak jajgat, hogy ez s az eladta magát, és az s ez elfogja előbb-utóbb. Feleim, vigasztalhat, hogy jól becsapja a vevőt. Véres porond, korlátseggát, önkéntes gladiátorok, egyik a másra acsarog, és
támad, újra, 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 s az öregisten hüvelykújjal lefelé bök. Rajt! Helye húja! Nyomunk a szél porral befújja. Hát ezek vagyunk, magyarok.